ki fogja megadni a receptet arra, hogy ki nyerheti meg a 21. századot? A világot alapvetően, legalábbis a múltat meg a belátható jövőt illetően, azt a nagy tőke irányítja. Az látszik, hogy az ország is, meg a térségünk is felértékelődött az elmúlt években. Onnan is látszik, hogy a kínaiak a új Shenzhen úton belül egy külön programot szabtak erre a közép-európai régióra. Az, hogy átléphessünk a 21. századba, mi az igényünk, és hogy tanuljunk a korábbi példákból, akár őseink példájából, a kiegyezés utáni időszakból, ami szerintem nagyon tanulságos nekünk, hogy ez ebből merítsünk, és így tudunk olyan válaszokat adni a 21. századra, amelyek a múlt tanulságait is figyelembe veszik. Nekünk. Ahhoz, hogy a kultúra döntő helyzetbe kerüljön, vagy olyan mértékben tudja befolyásolni a történéseket, ahhoz vissza kell nyerni ezt a hitelességet. Azt látjuk ugye a népvándorlással, én inkább így hívom, mert a migráció az csak egy ilyen fedőneve a népvándorlásnak, hogy itt vándorló identitások, vándorló kultúrák mennek ide-oda, amoda, földrajzi kötöttségektől függetlenül, és ezeknek a vegyüléke az nagy valószínűséggel nem fog egy olyan értelemben vett kulturális prioritást kialakítani, amelyik a világ sorsát meg fogja határozni. A magyarok ennek a nyugati szövetségnek szeretnének a tagjai lenni, mert ez az, ami a mi erőnket is erősíti, csak nem mindegy, hogy ebben a szövetségben hogyan tudjuk a hangunkat és az érdekünket képviselni. Azok a vezetők, akik nagyobb mértékben tudnak rezonálni a társadalmuk, a választópolgárok elvárásaira, azok sokkal jobban a maguk irányába tudják befolyásolni a nemzetközi történéseket is. Akkor tudunk mi a nyugat része maradni, hogyha az a nyugat, az egy kulturálisan, a saját önazonosságunk szempontjából, saját alapvető értékeink szempontjából egy élhető nyugat marad. Ki az ma ebben a vitában, ami zajlik a 21. századért gazdasági, politikai, kulturális szinten, ki az, aki számára mi vagyunk fontos? Egy dolog jó Magyarországnak, az a szuverenitás. Minél nagyobb nemzetközi politikai mozgásterünk legyen. Nekünk a normákat kell, mint a tüzet úgy őrizni, és akkor ezektől tudjuk, hogy mi itt vagyunk, és hozzánk képes kik mások.